Szabályosan közlekednek az autósok az újszegedi Derkovics fasoron. A 30-as táblának megfelelően haladnak, senki nem hagy gyorsabban, így nem jelez a rendőrségi lézeres sebességmérő sem. A 24 órás, úgynevezett speedmaraton akcióban a megye összes Trafipax készüléke az utakon van, hogy kiszűrje a gyorshajtókat. A magyar rendőrség is a 10 polhoz csatlakozott, és ma reggel 6 órától holnap reggel 6 óráig sebességmérést végzünk. Csongrád megyében is 35 helyszínen végezzük a sebességmérést. Az akcióban a lakosságtól is vártunk leveleket, kaptunk is számos e-mailt, amelyben megjelöltek helyszíneket, ahol jelenleg is mérünk. A kérések között szerepeltek 30-as övezetek, iskolák, óvodák környéke és több más olyan hely, ahol a környéken élők úgy vélték, gyakori a sebesség határ túllépése. Az osztályvezető szerint az akció eddigi eredményei és az éves adatok is azt mutatják, hogy csökken a gyorshajtók száma a megyében. Szabályosabban közlekednek a gépjárművezetők, azonban a sebesség túllépés az továbbra is egy kiemelt baleseti ok még, tehát még mindig vannak olyanok, akik gyorsabban közlekednek a megengedetnél. Az országos sebességmérési akció kedden reggel 6 óráig tart, a Dorozsmai úton este 7 és 9, a Bertalan hídon este 10 és hajnali 2 óra között lehet ellenőrzéssel találkozni, a Szőregi úton pedig reggel 3 és 5 óra között figyel majd a Trafipax.